Fúj. Jó, mi? Ki van kockázva? Ha. Szia, hölgyem. Ma onna kezdve egy kicsit csörögni. Szemegy, ez az nem hiszem el. Mi? Most csinál? Sziasztok! Két nappal ezelőtt a Mojang kiadott egy új launchert a Minecrafthoz. Ők azt írják, hogy azért, mert az előzőnek a kinézetével nem voltak elégedettek, hát meg tudom érteni. A mostani tényleg igazán csini lett, és ebben a videóban most ezt fogom megmutatni, hogy mik is vannak benne, hogy néz ki, milyen funkciók vannak. Természetesen tud mindent, mint az elődje, de van még benne pár plusz új funkció. Amikor elindítottam, akkor már be voltam jelentkezve, tehát ráadásul még okos is, így a másik launcherbe be voltam jelentkezve, és akkor ezt ő vette, és ide is bejelentkeztetett. Ez tök jó, ez már itt tetszett, de kijelentkeztem, hogy megmutassam ezt a felületet is. Hát ugye a szokásos bejelentkezés. És így néz ki, hogyha bejelentkezünk, egy ilyen hírek oldalon vagyunk, lehet lapozgatni is, jobbra-balra, tök jó. Még videót is le tud játszani egyébként. Tök jó. Alul van egy indítás, illetve ezzel a kis nyilacskával itt ki tudjuk választani, ugye az előre beállított ilyen, minek is hívjam, preseteket, vagy nem is tudom mi, tehát tulajdonképpen beállításokat, és ezeket is átvette az előzőből, úgyhogy ez nekem nagyon szimpatikus, hogy így nem kell majd újra mindent beállítani, hanem áthozza a beállításokat. Ide fönt van a nevetek, amit hogyha lenyittok, akkor tudtok akkuntot váltani, vagy kijelentkezni. Tehát van egy ilyen help funkció, ez is nagyon szimpatikus nekem, ez az egyik dolog, amiben különbözik az előző launchertől. Itt tudtok a Mojang oldalán keresni egy kis support, például beírom mindenhol, hogy help. Na most ez nem itt fog megnyitni, hanem a böngészőben nyit meg egy ablakot, de tetszik, hogy így bele van építve a launcherbe. A másik, hogy itt a community-n is lehet keresni, itt be van inkább pár oldal, például a Minecraft Wiki vagy a Planet Minecraft. Szóval tök jók ezek a funkciók, mondjuk nem hiszem, hogy ide fogok mindig jönni, hogyha keresni szeretnék, de tetszik, hogy itt vannak, hiszen aki nem ismeri ezeket az oldalakat, így legalább megismeri. Azt hiszem mondhatom azt, hogy ezeket gyakorlatilag már kötelező ismerni, aki kicsit komolyabban akar foglalkozni a játékkal. Jó, aki nem akar komolyan foglalkozni, annak is érdemes ismerni a Wiki oldalt. A help alatt van egy hamburger menü, ami előhozza a többi menüpontot. Ugye az előbb a newson voltam, a híreken. Van egy ilyen, hogy skins. Végre nem kell a Minecraft oldalához elmászni, hanem a launcherbe is le tudjuk cserélni a skinünket. Beletállítottam a modellt is, hogy ilyen vékony legyen. Ó, szegény. De bénán néz ki vékony kezekkel. Na, gyújjunk egy kicsit. Ah, mindjárt jobb. Itt lehet ugye megadni a skint, el is kell menteni, illetve lehet resetelni, amit tuti nem fogok megnyomni, meg itt vannak az alapskinek is. Ami még itt szerintem hasznos lenne, hogyha a korábban feltöltő skinjeimet is felsorolná, szerintem az egy hasznos dolog lenne. Aztán a következő a settings. Itt azt állíthatjuk be, hogy a launcher az fusson vagy ne, hogyha indítottuk a játékot, illetve szeretnénk-e adatokat küldeni a Mojangnak, ez ugye az előző launcherben is van. Aztán Launch Options, itt lehet fölvenni ezeket a, nem is tudom, beállítás preseteket. Szóval amikor megadunk egy verziót, meg hozzátartozó beállításokat, itt van alul, hogy Add New, és akkor el lehet ugye nevezni, megadom a verziót, beállíthatom a felbontást, hogy hová mentsen, és van egy ilyen Download Server gomb, azt hiszem ez nincsen a mostani launcherben, ez is nagyon szimpatikus egyébként. Természetesen törölhetem is, és állíthatom az ikont is. Ó, ezt meg nem is láttam. Legyen TNT. Mentés. És hogyha kijövök innen, akkor melyik lesz a listában? A lista tetején van három kapcsoló, szeretném látni a snapshotokat, a nagyon régi verziókat, illetve ilyen advanced settings. Ilyen korjáva beállításokat is itt birizgálhatunk. Itt van alul ez a két opció. És hát nagyjából ennyi is lenne ez a launcher, körbeértünk. Van még itt ugye a Mojang link, meg itt a verziót láthatjuk. Meg ide fönt van ez a creeper fej, ez annyit tud, hogyha rákattintok, akkor világít. Aztán megint rákattintok, akkor nem világít. Ez nem tudom mire jó, de egyszer biztos nagyon hasznos lesz. Természetesen ti is kipróbálhatjátok ezt az új launchert. A leírásban ott lesz a link a Reddit oldalhoz, annak a bejegyzésnek az alján ott vannak a linkek. Hát csak végig kell nézni. Igazán nincsen eldugva. Küldjetek a Mojangnak majd sok hasznos értékelést és visszajelzést, elvileg erről szólna egy beta. Én egyébként abszolút elégedett vagyok vele, nagyon jól néz ki szerintem, sokkal jobb a design,
összehasonlíthatatlan. Az új funkciók közül a skin feltöltése az, ami nekem a legjobban tetszik. Ez már eléggé régóta hiányzott szerintem. Ó, és igen, természetesen eredeti Minecraft kell hozzá, tehát ez csak olyan fiókkal működik, amire megvettétek a játékot. Ez nem ilyen tört, kalóz, lopott változat, meg bukit szájvej, ez egy eredeti Minecraft launcher. A kézikönyv óvjon.